Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szedlacsik Miklósnak hívnak. Az első rész egy tudatosságfejlesztő, a második pedig egy coachképzés. A coach azt jelenti, hogy ember és életjobbító. Egyébként egy szakma a coach. Tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, itt nálunk mindenki tegezi egymást, kortól, nemtől, függetlenül. Mennyire vagy elégedett azzal, ami felé jelenleg a világunk halad? Ki az, aki nem elégedett? Oké. Okay. Mi a baj a jelenlegi világunkkal? Etikátlan. Etikátlan? És még? Elnyomás, tudatlanság. Elnyomás, tudatlanság. Mit látsz, hogy boldogok az emberek a környezetedben? Nem. És vajon haladnak a boldogság felé, vagy inkább ellenkezőleg? Távolodnak. Inkább távolodnak? Tehát régebben boldogabbak voltak az emberek? Aha. Te észrevetted, hogy minél több a boldogtalan ember, annál rosszabb a világunk? Tehát olyan, mintha a lakosságot ilyen tudatlan baromnak tekintenék. A hatalom. Tehát, olyan, mintha gyerekek lennénk. Most mit tudom én. Azt mondják, hogy például be akarnák vezetni ezeket a kötelező szűrőket. Kötelező szűréseket, és azt mondják, hogy próbáltak kezdeményezni ezzel kapcsolatban népszavazást. És azt mondták, hogy azért nem engedélyezik a népszavazást, mert a lakosság nem elég érett ahhoz, hogy tudja, hogy jó-e az nekik, hogy szűrés, vagy nem, kezede. Hát, mint a gyerekek lennének a felnőtt emberek. Hát azért csak meg tudja egy ember határozni azt, hogy ő akarja, hogy szűresse magát, vagy nem, nem? És a hatalmon lévők, azok meg olyan fenomén okosak, érted, azok tudják, hogy a lakosságnak mi a jó. Hát ha tudnák, hogy a lakosságnak mi a jó, akkor a lakosságnak boldognak kéne lenni, nem? Hát mint hogyha a lakosság egyre rosszabb és rosszabb állapotban lenne, és ez a hatalomnak köszönhető, hogy egyre rosszabb és rosszabb állapotban van. Tehát, hogyha egy kicsit visszamegyünk az időben, nem sokat kell visszamenni. Covidot jól kezelte a hatalom? Nem. Egyáltalán nem kezelte jól. Rávette a lakosságot, egy részét rákényszerítette, ugye akinek olyan állással foglalkozása volt, rákényszerítette, hogy oltassa be magát. És utána most, amikor meghalnak emberek, azért, mert beoltatták magukat, főleg a Pfizer, ugye a Pfizer oltás következményeként, és ugye azt propagálták a legjobban a Pfizert, hogy azt oltassák, avval oltassák be magukat az emberek, mert az a legjobb. És lényeg az, hogy akik most meghalnak az oltás következtében, akkor arra azt mondják, hogy hát a saját felelősségére oltatta be magát. És kész. Érted? Tehát, ami azt jelenti, hogy mindenütt pert nyernek avval kapcsolatban, amit az állam rákényszerített az emberekre, hogy oltassák be magukat, és szerte a világban, Magyarországon meg egyetlen egy per sem ment le ebben kapcsolatban. Nem érdekes? Egy se.
Hát egy se. Hát egyszerűen a visszadobják. Tehát visszadobják. Tehát mondom, egy érdekes helyzet ez az egész, ami ugye itthon van, de hát nem csak itthon. Kérdezgetem mindenhol, ahol élnek külföldön tanulóink, hogy, és ha beszélek velük, hogy mi újság van ott kint, érezné a romlást, az anyagi helyzet romlását, érezné a hangulat romlását, és mindenütt elmondják, hogy valamilyen szinten igen, tehát máshol is, nem csak nálunk. Tehát ugye ez nem csak Magyarországon egy tendencia, hanem számos országban, számos egyéb más országban. És hát ugye, amikor mondjuk a Covid-ot elindították, akkor én mondtam azt, hogy tesztelik a lakosság tűrőképességét. Ha visszaemlékeztek, akik már itt tanultak akkor. És ezen a teszten gyakorlatilag megbukott a lakosság. Tehát ami azt jelenti, hogy az állam részéről sikeres volt a teszt. Tehát be tudták bizonyítani, hogy azt kezdhetnek a lakossággal, amit akarnak. De hát ugye miért tudnak azt kezdeni a lakossággal, amit akarnak? Mert rendkívüli lett a tudatlanság. Tehát az emberek az egójuk révén nagyon okosnak gondolják magukat, és mondok példát, hogy minél magasabb volt az iskolai végzettség, annál nagyobb arányban oltották be magukat az emberek. Tehát ez azt jelenti, hogy ugye törekednek arra, hogy az állampolgároknak minél magasabb iskolai végzettségük legyen. Nyilván azért, mert minél hosszabban tanul valaki az állami, tehát az iskolai befolyás alatt, annál kevesebb józan paraszti esze lesz. Tehát a Magyarországon a legkevésbé iskolázottak közül sokan mondták azt, hogy nem tudom én minek, mi van abban, minek oltassam be magam. A magas iskolai végzettségűek azok meg most sokkal nagyobb arányban beoltatták magukat. Ezt csak azért mondom, hogy ugye a magas iskolai végzettséggel én azt látom, hogy az embereknek megnövelik az egóját. Tehát minél magasabb az iskolai végzettsége valakinek, minél több iskolát végzett, annál nagyobb az egója. És minél nagyobb egy embernek az egója, annál inkább azt hiszi, hogy ő milyen okos. Közben nem veszi észre, hogy a hatalom, hát, tehát ilyen a háttérben azt csinál velük, amit akar, mert az iskolai végzettséggel elvették a józan paraszti eszüket az embereknek. De szó szerint. Tehát szó szerint. Tehát most gondold végig, ugye én dolgoztam már ügyvédekkel, és az ügyvédek elmondták nekem, lehet, hogy csak egy mondta el, mindegy. Elmondták nekem, hogy a jogi egyetemen arra tanítják az ügyvédeket, hogy nálánál okosabb ember nem létezik. Oké. Ami azt jelenti, hogy azért, tudod, mert hát hogyha pert kell nyerni, akkor neki tudnia kell azt, hogy ő a legokosabb, és ezáltal meg tudja nyerni a pert. Hát most gondold végig, hogyha egy embernek azt mondják, hogy azt tanítják, hogy a világ legokosabb az ember az ügyvéd, akkor gondold végig, hogy az ügyvédeknek mekkora egójuk lehet. Tehát, és ha megnézed, ugye az államapparátusba, ott a felső szinten, hát egy csomó jogi egyetemet végzett. Nem tudom, talán a izének is van, nem? Az Orbánnak is van jogi végzettsége.
ha jól emlékszem. Amerika. Azért mondom, hogy neki is van, és sorba ugye a felső vezetők között sorba vannak olyan emberek, akiknek jogi végzettségük van. Most gondold végig, azoknak azt tanították, hogy ők a szuper ászok, a legokosabb emberek. Csak ugye az okosság ott mérhető, megmutatom, minden embernél, hogy van 10 életterületünk, és ezen a 10 életterületen az ember hogy boldogul. Annál okosabb egy ember, minél jobban boldogul ezen a 10 életterületen. Tehát minél jobban bánik önmagával, a párjával, a szüleivel, a gyerekeivel, másokkal, a munkájával, a pénzzel, a környezetével, a hatóságokkal, az Istenével, de annál okosabb az illető, annál eszesebb. Minél jobban bánik ezzel a 10 területtel. Nem azzal mérhető az, hogy ki milyen okos, hogy mennyi iskolai végzettsége van, meg esetleg van-e jogi diplomája. Oké? Okay? Hanem azzal mérhető, hogy ezeken a területeken hogyan boldogul. Én ismerek olyan ügyvédnőt, aki hosszú-hosszú éveken keresztül nem akar gyereket, azt hirtelen ugye bekopogott nála az, hogy lejár az ideje, aztán gyorsan akar gyereket, azt akármit elkövetett, nem lehet egy gyereke. Ezt most miért mondom? Hát azért mondom, mert gondoljátok végig, hogy nem az a... Tehát itt van ez a 10 életterület. Tehát ő például ezzel nem fog tudni mit kezdeni. Érted? Tehát ő nem fog tudni sose bánni a gyerekével, mert nem lesz neki. Érted? Hát nem lesz neki. Tehát a gyerekének meg nem lesz szüleje, mert nincs, ha nincs gyerek, akkor annak nincs szüleje. Érted? Tehát itt van ez a 10 terület, ezzel a 10 területtel az embernek bánni kellene, és ha valaki ebből a területből egyet kihagy, akkor ő már nem tud bánni a 10 területtel. Érted? Tehát nem véletlen az, hogy itt a negyedik pontban ott van a gyerek. Az embernek tudnia kell bánni a saját gyerekével is. Nem? Hiszen a gyerek az egyik típusa az embernek. Nem? Ugyanúgy a szülő az a másik típusa az embernek. Önmagad az a harmadik típusa az embernek, nem? A párod az a negyedik típusa az emberek, más emberek az ötödik típus. Ez mind külön tudás kell ahhoz, hogy ezeken a területeken az ember boldoguljon. Tehát ha végig gondoljuk, hol gyakorolhatja a legjobban a szeretetet, ezeken a területeken. Tehát ahol gyakorlatban, hol tudja legjobban gyakorolni. Tehát egy ember meg akarja tanulni a szeretetet, akkor kin tudja legjobban gyakorolni? Család. Nem. A gyerekén. Hát a gyerekén, nem? Hát a gyerekén. Hát azon lehet a legjobban gyakorolni, nem? Tehát most gondold végig, ha egy olyan ember, aki meg nem lesz gyereke, az hogy fogja begyakorolni a szeretetet? Az hogy fog tudni úgy szeretni, mondjuk most beszélve arról a ügyvédnőről, akinek nincs gyereke, érted? Hogy fogja úgy a szeretetet gyakorolni, mint egy másik nő, amelyiknek van gyereke? Soha életben. Érted? Soha életben. Tehát ebből a 10 területből nem lehet kihagyni egyet se. Tehát aki
Mit tudom én, fölnevelkedett úgy, hogy nincs szüleje. Miért nincs? Vagy meghaltak, vagy mert az állam nevelte föl. Mert beadták a gyereket. Ezt hogy tanulja meg, hogy hogy kell a szülőkkel bánni? Hm? És az ember kitől tanulja elsősorban a szeretetet? Hát a szüleitől, nem? Tehát az az ember, akinek nem volt szülei, az honnan fogja megtanulni a szeretetet? Hanem a szüleitől? Hát ugye, ha megnézzük, szeretetről van szó, ne szerelemre gondoljunk. A szeretet meg a szerelem az két különböző dolog, bár vannak olyan nyelvek, ahol egy és ugyanaz. De a magyarban az teljesen különböző. Tehát nem szabad összekeverni a szerelmet a szeretettel. És gondoljuk végig, hogy az emberi kapcsolatban hol lehet látni leginkább a szeretetet? Az anya és a gyerek közti kapcsolatban, nem? Ugye a legtöbb anya, mikor megszüli a gyerekét, akkor feltétel nélkül szereti a gyerekét. És gyakorlatilag többet foglalkozik a saját gyerekével, mint saját magával. Mondod végig. Tehát a szeretetnek az etalonja, a szobra, amiről szobrot lehetne csinálni, az az anya és a gyereke közti szeretet. Mondod végig. Tehát az a legmagasabb szint, két ember között az a legmagasabb szintű szeretet. Annál nagyobb szeretet nincs. Még a párkapcsolatban sincs. Közel sincs akkora szeretet. Mert ott a párjával az ember közel nem foglalkozik annyit, mint egy anya a gyerekével. Világos ez? Tehát akik már neveltek gyereket, azok tudják, még férfiként is, hogy az anya az mennyit foglalkozik a saját gyerekével, ugye, amikor megszületik a gyerek. Jó, tehát miért mondom ezt? Mert egy olyan világban élünk, ahol a szeretet az kiveszendőben van. Most gondold végig. Azok, akik hoznak mondjuk olyan törvényt, hogy kötelezően oltassák be magukat az emberek, azok szeretik az embereket? Azok, akik hoznak olyan törvényt, hogy kötelezően szüressék magukat az emberek, aminek tudjuk, hogy minden szűrővizsgálatnak lehet negatív következménye. Nem azt mondom, hogy van, de lehet. Tehát valószínűsíthető a negatív következmény. Na most onnantól kezdve, azok jó emberek szerintetek, akik kötelezik az embereket arra, hogy mondjuk szüressék az emberek magukat kötelezően? Szerinted jó emberek? Szerinted szeretik az embereket azok a személyek, akik kötelezik a lakosságot, hogy szüressék magukat? Kötelező szűréseken menjenek? Hát most gondold végig, régen volt kötelező tüdőszűrés. Hát az azt jelenti, hogy minden évben röntgensugarat kapott volna az ember. Azért mondom, hogy volna, mert én nem mentem. Én nem mentem. Miért? Mert azt mondtam, hogy én tanultam, hogy a röntgensugár az káros. Érted? A gyerekkoromban is hallottam már erről, hogy a röntgensugár az nagyon-nagyon egészségkárosító, és lehetőleg az ember kerülje el a röntgensugarat. Érted? És akkor minden évben az ember tüdejét megröngenezik. Rákot előidéző sugárzással, érted? Nevetséges. Tehát ugye akkor mondtak ilyeneket, hogy ó, hát mennyivel jobb lesz majd a ultrahang, meg egyéb.
azoknak is van mellékhatása, káros mellékhatása. Az összes szűrő ilyen dolognak van káros mellékhatása. Illetve lehet. Attól függ, hogy a szervezet az hogy tolerálja azt a dolgot. Oké? Tehát most gondold végig, amióta elkezdték szűrni a nőknél, tudod, a fiatal lányoknál ezt a, mi a manutnak hívják? Méhnyakrák szűrést. Azóta sokkal több a méhnyakrákos fiatal. Érted? Mióta elkezdték, addig, míg nem volt ez a méhnyakrák szűrés, alig voltak méhnyakrákosok. Mióta elkezdték szűrni, azóta megnövekedett a méhnyakrások, rákosok aránya. Hogy? Érted? És az emberek elhiszik azt, hogy ez jó neki. Mindenki döntse el saját maga, hogy neki mi a jó. És emelje fel a szavát az ellen, hogy rá akarják kényszeríteni az embereket arra, hogy ne dönthessenek a saját egészségükről. Érted? Tehát ne dönthessenek, hanem kötelező, mint a birkákat, mikor beterelik a karámba, tudod. Szó szerint. Tehát olyan, mintha az embereket birkának néznék. Tehát szörnyű, amit művelnek, egyszerűen szörnyű. És amiket terveznek. És a lakosság meg hagyja. Tehát az azt jelenti, hogy ugye tiltakozni kellene mindenkinek az ellen, hogy ilyeneket akarnak bevezetni. Mindenkinek. Aki meg szüretni akarja magát, az menjen és szüresse magát. Ez az ő dolga. De az ő akaratával, hogy ő szüretni akarja magát, ne legyen rákényszerítve más ember arra, hogy aki nem akarja szüretni magát, az szüresse magát. Érted? Tehát a saját egészségünk az a saját tulajdonunk, nem? Hát most, ha azt engedik, gondold végig, hogy az emberek mondjuk cigarettázzanak, és ezzel tönkretegyék hosszú távon valamilyen szinten az egészségüket. Ha ezt engedik. Igen, ezt engedik. Akkor azt miért engedik? Érted? Akkor azt miért engedik? Ha megnézzük, a válásoknak egy jó része azért történik meg, mert általában a férfi alkoholizál. Alkoholt iszik. Tehát az alkoholnak igazából az a káros hatása, hogy az alkohol miatt nagyon jelentős százalékban válnak el a párok. Érted? Tehát ugye az alkoholnak is akkor ezáltal van káros hatása az emberekre nézve. Akkor azt miért lehet? Érted? Ami sokkal nagyobb kár az embereknél a válás. Mint az a lehetséges egészségügyi kockázat, amit esetleg kiszűrnek, amikor egy szűrést csinálnak. Tehát gondoljátok végig, hát az embereknek olyan, mintha elment volna az eszük. Tehát egy lakossággal azt lehet csinálni, amit a lakosság hagy. Érted? Mint hogyha a lakosság az szó szerint eszetlen lenne, és nem tudnának gondolkodni avval kapcsolatban, hogy minek mi lesz a következmény. Most gondold végig, ha be tudnak vezetni ilyen kötelező dolgokat, akkor várható lesz további kötelező dolgok bevezetésére. Érted? Persze, hát vérszemet fognak
kapni. Ha az egyiket be tudtuk vezetni, akkor bevezetünk mást is. Azt is bevezettük, bevezetjük a harmadikat. Azt is bevezettük, bevezetjük a negyediket. Ennek lesz egy ilyen folyamata. Ha ezt te nem látod át, akkor nagyon nem tudsz gondolkodni. Tehát azt átlássátok, a hatalom retteg, tehát a hatalom egyenlő pénz. Tehát pénz egyenlő hatalom. Akik hatalmon vannak, azoknak bőven van pénzük. Lehet, hogy strómanoknál van a pénz, mint például a magyar miniszterelnök esetében, érted? De akkor is, tehát például, ha mondjuk Orbán Viktort nem választanák meg miniszterelnöknek, meg nem is lenne pártelnök se, szerinted nem kerülne vissza hozzá valahogy a vagyon? Amit most Róman kezel. Érted? Szóval, gondoljátok végig, hogy akik hatalmon vannak a világban, azok mögött mind ott van a vagyon. Vagy közvetlenül, vagy strómanokon keresztül. Érted? Na most szeretném elmondani, hogy 90-es években mondták ezt már nekem. 90-es években. Olyan ember mondta, aki kín járt az édesanyjánál Amerikába, és magyar részen, ahol csak magyarok laktak, Cleveland, ahol csak magyarok laktak. Ezért ugye az anyja nem is tanult, pedig kint élt évtizedeken keresztül, nem is tanult meg angolul, mert senki nem beszélt angolul. Clevelandnek azon a része. És ott volt kint 3 hónapot, amennyit lehetett kint lenni, ő ott volt. 3 hónapot. És ott már akkor beszéltek olyan dolgokról, érted, hogy mi lesz, mi várható. Tehát mi lesz, mi várható, és mi van. És hogy például valakit kinéznek, mondjuk, jó képességű gyerekként kinéznek, tehát gyerekként kinéznek maguknak a hatalom, fogják, kiviszik Amerikába, ezt akkor mesélték a 90-es években, kiviszik Amerikába, iskolázzák, kap egy bankkártyát, érted? Azon hatalmas összegek vannak. Honnan tudod például, hogy a magyar miniszterelnöknek mekkora bankkártyája van? A világ milyen bankjába? Honnan tudod? Vagy bárkinek másnak? És úgy jön haza, hogy van egy olyan bankkártya, amin mérhetetlen összeg van. Érted? És utána elindul egy politikai karrier. Felépít, érted? És támogatják a háttérből. Tehát gondoljátok végig, engem soha nem támogatott senki. Soha. Nekem mindent, amit elértem, még szembeszéllel is, saját erőmből kellett elérni. Tudom azt, hogy milyen munkával milyen eredményeket lehet elérni. Amikor valaki a semmiből felnő, azt gondoljátok, hogy ő aztán hihetetlen képességekkel rendelkezik. Mert hát a semmiből hirtelen ő milyen nagy ember lett. Nagy tévedésben élsz. Mind mögött van hátszél. Ott van a hatalom. Érted? A háttérhatalom, amely pénzeli. Oké? Tehát, ha utána nézel, például Orbán Viktort, a Soros Alapítvány vitte ki Amerikába egyetemre tanulni. Jó? Na most, és ugye, mit mond? A Soros
alapítvány Soros ellen kampányol. Érted? De gondold végig, a Sorosnak elég vastag bőr van az arcán, neki ez belefér. Érted? Sőt, lehet, hogy meg is van beszélve. Hogy nyugodtan kampányolhatsz ellenem. Minél jobban, minél többször mondod a nevemet, annál ismertebb leszek. Persze. Hát annál jobb reklám nincs, mikor a miniszterelnök reklámoz egy szemét, érted? Annál jobb kampány nincs. Hát gondold végig. Hát a madárnak is van annyi eszes, nem is azt mondom, hogy eszes, sütni valója, érted, hogy a saját fészkében nem piszkol. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogy ha ez igaz lenne, amit a miniszterelnökünk mond, akkor ő a saját fészkébe piszkítana. Érted? Madárként. De mondom, a madár nem piszkít a saját fészkébe. Kiteszi a seggét és kívülre piszkít. Érted? Szóval át kellene látni ezeket a dolgokat, hogy mi van a világban. Nem strucc politikát kell folytatni. Nem homokba kell dugni a fejedet. Tehát letesztelték a bolygón lévő emberek tudatosságát, hogy a hatalom letesztelte, és rájöhettek könnyedén, hogy az emberek tudatossága az a béka feneke. Érted? Az a béka feneke. És az mit jelent? Minél tudatlanabb egy ember, annál inkább tudnak vele azt csinálni, amit akarnak. De te gondolhatod, hogy az ellentétes most az előzőben, amit mondtam. Hogy az alacsony iskolázottságú emberek sokkal kevésbé oltatták be magukat, mint a magas iskolázottságú emberek. Tehát ez látszólag ellentétes azzal, hogy amit mondtam az imént, hogy a nagyon alacsony tudatosságú az emberek. Tehát figyeld, én nem most születtem az elmúlt 20 évben. Tehát én ismertem azt a generációt, amely még az 1800-1900-as évek fordulója környékén született. És mivel ismertem őket, azt is tudtam, hogy nem egy magas végzettségű, iskolai végzettségű emberekből állt akkor a társadalom. De volt józan paraszti eszük a városinak is. Érted? Nem vették el a józan paraszti eszüket. Ha te azt gondolod, hogy a tudatossághoz az iskolai végzettség kell, akkor te óriási tévedésben vagy. Az iskolai végzettség azt a célt szolgálja, hogy elvegyék az emberek józan paraszti eszét. És minél magasabb egy, minél több diplomája van valakinek, annál kevésbé tud tudatos lenni. Nyilván vannak kivételek. A kivételek, tudod, mit szoktak csinálni? Tanultuk általános iskolába. Erősítik a szabályt. Így van. Most, ha ez valakinek nem tetszik, akik hallgatnak és magas iskolai végzettségűek, amiről most beszélek, akkor sajnos öltözködsz. Az a baj. Mert akinek nem inge, nem veszi magára. Oké? Okay. Hát aki meg inge, az meg öltözködjön, ahogy Hoffi is mondta. Hoffi is mondta annak idején. Oké? Okay. Szóval, az iskola az államilag támogatott iskolarendszer. Tehát minden iskolarendszer, ami államilag támogatott.
az arról szól, hogy elvegyék az emberek józan paraszti eszét. Mondok példát. Nemrég hallottam egy olyan dokumentumfilmet, hát az a nemrég egy pár éve, hogy Indiába bevezették a kötelező iskolai oktatást, tudtam én, egy-két évtizede. És azóta, mióta bevezették, azóta a gyerekek nem akarják továbbvinni a családi vállalkozást, hanem menni akarnak, beköltözni a városba, és alkalmazottak akarnak lenni. Érted? Tehát gondold végig, kik a tudatosak. A háború előtt a lakosság 80%-a mai értelembe vett vállalkozó volt Magyarországon. És mindössze 20% volt alkalmazott. Vagy ahogy régen mondták, szolga. Mennyivel jobban hangzik, hogy alkalmazott és nem szolga, tudod? Sokkal jobban hangzik. Hát persze. A szart becsomagolod, már rögtön nem tudod, hogy a szar. Érted? Miért? Hát ha ott van, nincs becsomagolva, akkor tudod miért. Be van csomagolva, akkor azt nem tudod, hogy micsoda. Jó? Szóval, lényeg az, hogy gondold végig, hogy vállalkozók voltak. A vállalkozók helyett nem gondolkodik senki. A vállalkozónak magának kell gondolkodni. Érted? Egy alkalmazott helyett gondolkodik a tulajdonos, meg a főnöke. Érted? De a főnök is, ha alkalmazott, akkor is a helyett gondolkodik a tulajdonos. Régen Magyarországon ugye a nagy része az vállalkozó volt, tehát neki gondolkodni kellett. Ami azt jelenti, hogy egy olyan ember, akinek rendszeresen gondolkodni kell. Ugye a gondolkodás az jövőbeni célkitűzés, tervezés és a cél megvalósítása. Hol kell egy alkalmazottnak ilyeneket csinálni? Egy szolgának hol kell ilyeneket csinálni? Hogy jövőbeni célkitűzés, tervezés és megvalósítás. A cél megvalósítása. Nem kell. Neki annyit kell célt kitűzni, hogy oda találjon a munkahelyére. Érted? Annyi a célja. Meg haza találjon a munkahelyéről. Annyi a célja. Tehát, gondold végig, akkor kik voltak a tudatosabbak? Kik a tudatosabbak? Mindig a vállalkozók, soha nem az alkalmazottak. Hát azért vállalkozom, mert tudatos. Tehát a tudatosságot a vállalkozással lehet gyakorolni. Nem alkalmazottként lehet gyakorolni. Az ember tudatos akar lenni, nem elég, hogy tanulunk. Gyakorolni is kell, az pedig a vállalkozás. Oké? Tehát látom azokon az embereken, akik itt a PPA-n belül, Problem Prevention Holding, a PPA-n belül vállalkozók lettek, vagy cégtulajdonosok lettek. Tudod, mennyi időbe telik egy olyan embernek, aki előtte alkalmazott volt? Átállítani a gondolkodását vállalkozói gondolkodásmódra. Az alkalmazotti gondolkodásmód az az abszolút nem kell tudatosnak lenned. A vállalkozói gondolkodás pedig azt jelenti, hogy ha nem vagy tudatos, akkor tönkre mész. Érted? Mekkora különbség? Tehát látni azt, hogy segíteni kellett az embereknek abban, hogy az alkalmazotti, és segíteni kell nekik abban, hogy az alkalmazotti gondolkodásból át tudjanak állni egy vállalkozói gondolkodásra. Tehát egy tudatos működésre, érted? Ugye elmondtam, mi a tudatos működés.
célkitűzés, tervezés, megvalósítás. Oké? Alkalmazottaknak ilyet nem kell csinálni. Nem célkitűzés, hogy hát, hol voltál nyaralni? Ja, megyek én is oda, hol voltál. Az mit ilyen célkitűzés? Hol? Még annyi eszük sincs az embereknek, hogy maguk kitalálják, hogy hova menjenek nyaralni. De tényleg, gondold végig. Még annyi eszük sincs. Oda mennek, ahol más is megy. Gondold végig. Hallotta, hogy máshol volt, és akkor ő is oda megy. Tehát azt gondolja, meg az a célkitűzés, hogy hát akkor cseréljük le a frigidert. Az aztán, fú, ahhoz annyi ész kell. Miért? Hát mert a szomszédnak nagyobb van. És akkor nekünk is legyen nagyobb, érted? Ez aztán fenomenális ész kell hozzá. Vagy ugyanez az autó, érted? Hát cseréljük le az autót. Miért? Mert képzeld, a szomszéd is lecserélte. Hát nehogy már lemaradjunk hozzá képest. Hát akkor nekünk jobb legyen. Ó, hát ez aztán fenomenális ész kell hozzá. Vagy nem így működnek az emberek? Hát most gondold végig, ennyi ésszel, meg egy vödör mésszel, mennyit fut százon, tudod? Szóval, hát ennyi ésszel, persze, hogy bármire rá lehet őket venni. Persze, hogy nem gondolják végig, hogy az jó lesz nekünk, ha beoltatjuk magunkat. Nem gondolják végig. Olyan szerrel, amiről nem tudjuk, hogy milyen káros anyagok vannak benne. Érted? És ezt a lakosság nagy része nem gondolta végig. És most ugyanaz. Szűrés. Nem gondolják végig, hogy vajon azok a szűrések nem károsak a szervezetre? Nem nagyobb kárt okoznak, mint amit kiszűrnek? Tudod, milyen a szűrés? A szűrés olyan, hogy ha végigcsinálnád az összes szűrést, ami van, ki van csukva, hogy ne találnának egy-két olyan dolgot, ami, na, itt van, magának ez a baja. Nem is tudtál addig róla. Na, onnantól bajod lesz tényleg, mikor tudod, hogy van. Érted? Tudod miért? Mert két óriási különbség van az egészség és a betegség között. Tudod micsoda? Hogy egy csomó olyan ember van, hogy beteg, de nincs tünete. És elél tünetmentesen évtizedeken keresztül. Érted? Ami azt jelenti, hogy régen úgy haltak meg az emberek, hogy nem is tudták, hogy betegek. Mert senki nem állapította meg neki, hogy ő beteg. Érted? És ő nem tudta, hogy beteg. Mondok példát, jó? Van egy csomó vele született betegség. Például az anorizma. Az anorizma az az agyban, vagy bárhol máshol értágulat. Úgy született. Érted? Hogy nagyobb az ér ott azon a részen. Tudod, hány embernél van ilyen? Rengetegnél. De ha nem szűrik, senki nem állapítja meg. És a legtöbb embernél az sose fakad ki. Érted? És ezáltal nem lesz belőle agyvérzés. Mert nem fakad ki. Vagy nem fakad ki olyan helyeken, ahol máshol van. De ha jön a szűrés, akkor mondja, önnek az aneurizmája van. Jaj! Rögtön aggódhat. Érted? De ez csak egy példa volt. Számos másik példát tudnék mondani. Jó? Az emberek nem tudják, tehát van egy mondás, amit nem tudsz, az nem fáj. Ha tudod, akkor már fáj.
Érted? Én állítom neked, hogyha csinálnának neked egy fogröngent, akkor 10-ből 7 embernél megállapítanák, hogy valami gennyesedés van valami fognál. Lenne gyökérbe, érted? De nem fáj. És ha már megröngeneznék, akkor tudnád, hogy ott van. Hűha, akkor ez majd hatalmasodik, meg nő, meg stb. Hogy fog az fájni? Ez előbb-utóbb fog is. Érted? De ha nem tudod, az immunrendszered kezeli. Érted? És tünetmentessé teszi, mert az immunrendszered elintézi azt a góct. Érted? Ez tény, ha nem hiszed, nézz utána, hogy ilyenek vannak. Ami azt jelenti, hogy akár elélhet az ember évtizedeken keresztül, úgyhogy semmi baja nincs, tünetmentes. A tünetmentességünket akarod tudni, akkor te hülye vagy. Komolyan ezt tudom mondani. Hát ha te tünetmentes vagy, akkor ezt miért kellene tudnod? Ja, hogy beteg akarsz lenni, hát akkor még baromabb vagy. Erre azt tudom mondani. Gondolkozzunk, gondolkozzunk. Hát a betegségek simán tudnak tünetmentes lenni. Miért kell tudnunk? Miért? Az én nagyapám lent vidéken, érted? Soha kórházban nem volt. Soha kivizsgáláson nem volt. Egy 84 éve. 85-öt valahogy így. Szép kor, nem? De ha megvizsgálták volna, szűrtek volna rajta ezt, az tudni, hogy találtak volna dolgokat. Érted? Hód biztos. De hát nyilván van egy cél. Hát a szűréssel megtalálják azt a betegséget, érted? Ami éppen tünetmentes. És akkor utána szépen megnöveszti az ember, mert így gondolkodik az ember, érted? És akkor tényleg betegség lesz belőle, és akkor lehet belőle bizniszt csinálni nekik. Lehet gyógyítani, érted? Ezért le kell építeni az állami egészségügyet, hogy magán, klinikánkon, akármin, kórházakban lehessen gyógyítani az embereket. Erről szól a történet. Nem veszitek észre? Én mondom, állítom, hogy nem találsz szinte olyan embert, akinek valamit a szűrésre ne lehessen megállapítani. Hát a múltkor hallgattam egy műsort avval kapcsolatban, hogy hány ember közül választották ki a két magyar űrhajost. Tudjátok, hogy most van két olyan űrhajos, aki megy majd az űrbe, az egyik megy, a másik a tartalék. És az azt jelenti, hogy mennyi szűrővizsgálatot kellett végezni, és aki bármit találtak, az nem mehetett tovább. Érted? Az azt jelenti, hogy mit tudom, elmondták, hogy hány százból, vagy hány ezerből választották ki őket. Érted? Már nem is tudom. Tehát ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag találtak két egészségest. Érted? A mit tudom én hány százból, vagy hány ezerből. Két egészségest. Na mindegy. Szóval hát erre megy ki a játék, hogy ők tovább gyarapítsák a vagyonukat. Érted? Tehát olvasok utána. 2004-ben írtam, fönn van a weboldalon, hogy mi várható a jövőben. 2004-ben írtam. És azok, amit 20 évvel ezelőtt írtam, azok szépen valósulnak meg most. Mondtam azt, hogy el fogják azt érni, hogy magánegészségügyön keresztül gyógyítsák az emberek majd a
saját magukat. Tudod, miért biznisz ez nekik? Mert ha valaki beteg lesz, akkor a magánnagy egészségügy az akkora pénzbe kerül, hogy ezt nem tudják finanszírozni. És arra fölvesznek majd hitelt, tudod, hogy meggyógyítsa magát. Hiszed-e? Tehát megállapítják, hogy a szűrések, hogy milyen beteg lesz, tehát hogy ő majd várhatóan milyen beteg lesz a jövőben, az illető beteg is lesz emiatt, és utána mi fog történni? Ugye nem lesz neki pénze a gyógyításra, mert nem lesz, mert ugye nincs kialakítva az a biztosítási rendszer, mint nyugaton, nincs. És az illetővel mi fog történni? Fölvesz hitelt az ingatlanja terhére. És akkor el lehet vele tőle venni az ingatlan. Szuper! Amúgy is Magyarország az egyik, Európában az egyik legtöbb magáningatlannal rendelkező ország. Tehát a lakosság kezében mondhatjuk azt, hogy arányaiban itt van a legtöbb ingatlan. És akkor elintézik ezt az embereknek. De hát ugye nem csak magyarországi tanulóink vannak, akik hallgatják ezt a műsort, az előadásomat, hanem úgy az egyötöde az külföldön él. Mondom nektek is, hogy Magyarország lakossága az egy ideális méretű lakosság szempontjából, ez a 10 millió körüli létszám, ideális méret a tesztelésre. És amit itt bevezetnek, az előbb-utóbb máshol is bevezetik. De sajnos mi vagyunk a kísérleti nyulak. Oké? Okay. Hogyha itt be lehet vezetni, akkor majd be lehet vezetni máshol is. És ez egyértelműen így van, ez egyértelműen kiderült a rendszerváltással. Hogy mindent itt vezettek be, itt próbáltak ki, és utána bevezették máshol. Jó, biztos volt egy-két kivétel, tuti, de a dolgok többségét itt vezették be. Hát most is itt akarnak ilyen dolgokat tesztelni. Oké? Okay. És nyilvánvalóan, hol lehet ilyeneket leginkább tesztelni? Ahol kétharmados többség van. Oké? Okay. Miért? Mert kétharmados többséggel azt olyan törvényeket hoznak, amelyet akarnak. Ráadásul ugye nálunk még veszélyhelyzet is van. Háborús veszélyhelyzet. És a veszélyhelyzet mi a? Rendeleti kormányzás van. Ami azt jelenti, hogy még a parlamentnek össze se kell ülni ahhoz, hogy rendelettel törvényt módosítsanak. Érted? Hát legjobb kísérleti alany Magyarország. Máshol nincs rendeleti kormányzás, csak nálunk. Mert máshol nincs kétharmad. Oké? Okay? Mert ha nem lenne kétharmad, akkor nem lenne rendeleti kormányzás. Tuti. Oké? Okay? Szóval, át kellene látni a világunkat egy kicsit jobban. Tehát ha te most külföldiként azt gondolod, mi közöm ez az egészhez? Mert mit élek? De majd lesz hozzá között, ne aggódj. Jó? Ne aggódj. Mert rajtunk letesztelik. Miért? Mert kétharmad van. Oké, okay, mert rendeleti kormányzás van. És akkor utána be lehet vezetni máshol. És akkor az EU azt mondja, hogy hozzunk EU határozatokat. És akkor az EU országokban érvényes lesz. Király! Ez így működik. Ja? Szóval, de ha a lakosság bágyunk, bénán, tudatlanul, bután, érted? Bámul ki a fejéből, hát
hát akkor azt csinálnak velünk, amit akarnak. Oké? Okay. Tehát én már tanultam ezt a 90-es években, az sem most volt, hogy az a minimum, hogy egy ember a rossz hallását fejezze ki. Érted? Az a minimum. Valamivel szembe. Ami neki nem tetszik. Az a minimum. Nem azt mondja, hogy hát, úgyhogy nem csinál semmit. Érted? Mint amit a legtöbb magyar állampolgár csinál. Úgyhogy nem csinál semmit. Na dehogy nem. Nem tudsz valamit rosszalni? Dehogy nem. Nem tudsz erről beszélni másoknak, hogy rosszallod ezt? Dehogy nem. Hogy nem? Nem tudsz írni itt, ott, amott, közösségi portálokon, hogy rosszallod ezt? Hát dehogy nem. Ha mondom, arra gondolj, ha valamit bevezettek, utána bevezettek más dolgot, bevezettek harmadikat, negyediket, az végül totális rabszolgák leszünk, érted? És gyakorlatilag diktatúra. Ennyi. És akkor oda lehet jutni. Jó? No. Tehát mi rendszeresen tartunk képzéseket. Ilyeniket is, mint amit most mondtam. De nem ez a jellemző. Mert a képzéseink nagy része az nem erről szól. Hanem arról, hogy ezeken a területeken hogyan tudj boldogulni. Érted? Most ahhoz, hogy az ember ezeken a területeken boldoguljon, tudni kell azt, hogy most miért nem boldogul. Mind a 10 területen, képzeld el, az első, a tudás elsajátításához az, hogy miért nem boldogulok most azon a területen. Ha te boldogulni akarsz, és nem tudod, hogy miért nem boldogulsz, akkor nem fogsz tudni boldogulni. Miért? Mert a múlt nem enged téged. Milyen egyszerű? Ahhoz, hogy a múlt ne blokkolja a te fejlődésedet bármely területen, egyszerűen tudnod kell, hogy mi akadályoz. Hát az akadályok nem engednek a fejlődésben. Az akadályokat le kell bontani. Az akadályok az a múltból származnak. Milyen múltból? Nem az előző élet, ez az életed. És minden területen, ha nem boldogulsz, neked vannak akadályaid. És ezt az, ebben az életedben jött létre az az akadály. És ha te nem jössz le arra az akadályra, te tanulhatsz bárhol a világon, nem fogsz változni. Na ezért nem változnak az emberek a könyvek hatására. Ezért nem változnak, hogy eljárnak mindenféle szemináriumra, rendezvényre, mindenfelé eljárnak, és nem változik az életük. Tudod miért? Nagyon egyszerű. Mert az akadályokat nem szedik ki az életükből. És van 10 terület. Ha az ember 10 területen nem boldogul, akkor mind a 10 területen vannak akadályok. És addig nincs fejlődés, ameddig az akadályok nincsenek lebontva. Na akkor kérdezném, hány helyen tanultátok azt, hogy hogy keresd meg az akadályokat, és hogyan bont le? Jó? Tehát ahol eddig tanultál, bárhol az életedben. Hány helyen tanítottak arra, hogy az akadályokat megszüntest? Tehát gondold végig, ez olyan, mint hogy mondjuk itt van ez a fal, ez jó példa. Itt van ez a fal. És ezt át akarnám menni a másik helyiségbe, de nem tudod megkerülni. Tehát az akadályokat nem lehet megkerülni. Mit lehetne csinálni? Ide vágni egy ajtót, nem? És akkor leküzdenéd azt az akadályt, ami megakadályoz abba, hogy átmenj a másik helyiségbe. Világos ez? Na, ugyanez az akadály az életedben.
Tehát akkor tudsz haladni, előre menni, hogyha azt az akadályt kiiktatod. Világos voltam? Ha nincs kiiktatva, te tanulhatsz akármennyit, életed végéig tanulhat bármelyik területen, nem fog történni semmi. Ez van. Nem kell ezt elhinni. Felőlem azt csinálsz, amit akarsz. Én ezt tudom, hogy így van. Én eddig foglalkoztam több tízezer emberrel, és ellenkezőjét, képzeljétek el, nem tapasztaltam már. Oké, de te olyan okos agyben vagy, hogy foglalkoztál életedben három emberrel, a saját családoddal, és te mindent tudsz. Biztos. Oké. Jó? Úgyhogy rakjuk helyre ezt a dolgot. Szóval, mindennel kapcsolatban az a legnagyobb probléma, hogy van akadály. És az nem enged téged. Minden akadály, az akadálynak az a feladat, hogy megállítson. Oké, át akarsz menni a falon, nem tudsz. Le kell bontani a falat. Vagy ki kell bontani a falat, teljesen mindegy. Ennyi. Oké? No, ahhoz, hogy az ember le tudja küzdeni az akadályt, hogy tudjon fejlődni, hát ez nem egy-két nap. Nem egy-két hónap. Nem egy-két év. Hát 10 területről van szó. Nem egy területről van szó, hanem 10-ről. Érted? És ez a 10 terület összefügg. Bármelyiken bénáskodsz, akkor negatívan kihat a többi területre is. Ez van. Tehát ezáltal nem elég egy területet tudni. Ugyanúgy kihat a többi területre. Ha nem jól működsz egy területeden. De ez nagyon egyszerű, hogy megértsd. Elmondom. Van egy reaktív elménk. Onnantól, hogy megfogantunk, oda raktározódik minden. Ez a baloldali elmerészünk. Oda minden raktározódik. És ha te valamit az életedben rosszul csináltál, és ahhoz hasonló dolgot most csinál, találkozik a figyelmed, az érzékszerveid, találkozik hasonló dologgal, mint amit rosszul csináltál, akkor a jelent összekapcsolja a múlttal, és kikapcsolja a tudatosságodat, lerontja a hangulatodat előtte, hogy kikapcsolhassa a tudatosságodat, és egyszerűen nem tudsz gondolkodni, és ösztönösen úgy cselekszel, hogy a múltban cselekedtél. Pofon egyszer. Ez így működik. Tehát, ha esetleg nem tudtad megjegyezni, majd hallgass vissza. Jó? Tehát, amit mondtam. Szóval lényeg az, hogy nagyon egyszerűen el tudja érni az elménk, hogy az ember ne tudjon gondolkodni. És olyan ember nincs, akiket nem ért volna negatív esemény gyerekkorban. Fogantatástól 21 éves korig. Ja? És onnantól kezdve te azt mondod, ó, de te fantasztikus, jó állapotban vagy, ilyen addig, amíg nincs egy hasonló helyzet, mint ami a múltban volt. Mondok példát, jó? Egyik ismerősöm annak idején elmondta, hogy őnek milyen fantasztikus gyerekkora volt, hogy mennyire szerették a szülei. Érted? Ami azt jelenti, hogy neki azt mondta, hogy tökéletes gyerekkora volt. Tökéletes. Aha. Képzeld el, mikor fölidegesítette magát, leesett a falépcsőről, érted?
Tehát jött lefelé az emeletről, falépcsőn, és legurult rajta. Érted? És magát fölidegesítette. Hát az ember, ha magát ilyen szinten fölidegesíti, akkor kétlem, hogy a gyerekkora az valami szuper jó volt. Oké? És tudod, miért csinálta ezt? Mert hisztériázott a nő. Tehát egyszerűen hisztérikus rohamot kapott, és ezáltal leesett a lépcső. Hát biztos kezelték neki a hisztériáját gyerekkorban. És jól kezelték, persze. Persze. Így van. Jó, tehát lényeg az, hogy vannak olyan dolgok, amire te azt gondolod, hogy ó, te nagyon szupermen vagy, minden hiányosságodat át tudod hitalni, én meg tudom, hogy nem így van. És ráadásul azt is tudom, hogy az ember sokkal többet tud fejlődni közösségben, mint egyénileg. Sokkal többet. Ami azt jelenti, hogy tudod miért? Mert a közösségben az ember lát olyat, hogyha ő meg tudta csinálni, akkor én is. Ha egyénileg csinálja az ember, akkor ilyen nincs. Nincs előtte példa. Nincs előtte minta. Érted? Nincs előtte az, hogyha ő meg tudta csinálni, akkor én is meg tudom csinálni. Tehát most gondold végig, hogy egyszerűbb átkelni a dzsungelen. Úgyhogy széltében van 100 ember, és mindenki töri maga előtt az utat a dzsungelen, vagy mennek egymás után libasorba. Szerinted hogy könnyebb átkelni a dzsungelen? A 100 embernek. Libasorba. Hogy mennek egymás mögött. Érted? Sokkal egyszerűbb átkelni úgy a dzsungelen, hogy mennek egymás után. Mint hogy mindenki töri az utat. És azt gondolják emberek, hogy ők törni akarják az utat egyedül. Érted? De még csapat sincs mögöttük, de ők majd egyedül törik az utat. 2035 a határidő. Ha addig nem töröd végig az utadat, akkor neked annyi. Érted? Nem kell ezt elhinni, majd megtapasztalod. Jó? Semmi gond, mint a többi. Mondom, 2035, az nincs messze, 11 és fél év. Már annyi sincs, valamivel, kevesebb. Oké? Tehát nincs időnk arra, hogy mindenki külön-külön utakon járjon és törje az utat. Vagy nincs dzsungel? Itt a földünkön? Ez nem dzsungel, hogy azt akarnak csinálni velünk, amit akarnak. Ez nem dzsungel, úgy véletlenül. Hát az egyén egyedül elvész. Csapatban, közösségben más a helyzet. Érted? Szóval lényeg az, hogy keres olyan embert, aki itt tanul, PPH-s, aki szimpatikus számodra, és legyél tanuló. Álljad, ja, itt van. Ez az. Nem. Tudom, lekapcsoltam direkt. Túllapoztam. Jaj, de jó, hol van? Hát mindegy, akkor nem találom. Megvan, csak hirtelen túllapoztam, gyorsan akartam keresni. Tehát, van nekünk egy menetrendünk. Az azt jelenti, hogy minden hónapban, a hónap attól függ,
hogy mikor van a hózárás, a tanulási szempontból hózárás. 12 zárásunk van egy évben, ha megnézed a heteket, akkor többségében az 4 hétre jön ki, de vannak, amikor 5 hetesek. 5 hétre jön ki, egy hónap. Átlagosan 30 óra, egy hónap. A 30 óra az minden szerdán és vasárnap van letudva. Jó, tehát nincs nyári szünet, nincs téli szünet, nincsenek szünetek. Mindig szerdán és vasárnap vannak a képzések. Jó? Mikor? Este felé. Kivétele egy, a záró vasárnap, ami ugye délelőttől estig van. Egyébként pedig ugye szerdánként 6 órától, vasárnaponként meg fél öttől. És 30 óra egy hónap átlagosan. A 30 óra képzés, nem tudom, tudod-e, hogy amikor olyat akarsz, olyannal foglalkoznak veled, hogy ide visszatérve, mindjárt, amit bezártam, itt van, ide visszatérve. Ha ezeken a területeken mondjuk azt akarod, hogy megtalálják az okokat, erre nem tanítanak, hát nem te fogsz rájönni, hanem segítenek abban, hogy megtaláld. Ha szerinted óránként mennyibe kerül? Úgy számolhatsz, hogy legalább egy 10 000 forint óránként. Mire megtalálnak egy okot, megtaláltok egy okot, avval a személlyel, aki segít ebben neked, vannak ilyen helyek a világban. Az alsó hangon egy olyan 20 óra. Gondold végig, mennyi negatív emléked van, amire nem is emlékszel, mennyi van, amire emlékszel, mennyi negatív történés volt az életedben, az mindegy gát. Ami negatív történés volt az életedben, az mindegy gát. Ami azt jelenti, hogyha egy embernek, ez tapasztalat, nem kitaláltam, hogy kiszedjék a gátjainak a nagy részét, arra a vagyona kevés. Tehát magyarul az sok 10 millió forint. Érted? Nem hiszed, utána nézhetsz nyugodtan. Nem sok olyan szervezet van, amelyik ilyennel foglalkozik. Jó, én ismerem őket. Tehát ami azt jelenti, hogy gondold végig, akkor ahhoz képest, hogyha te megtanulod azt, hogy hogyan szed ki a gátjaidat, és azt mondjuk, hogy a képzésünk 30 órás értéke az 200 000 forint, amit te most meg tudsz kapni 19 700-ért az első hónapban, akkor ezt gondold végig, mennyire kedvező. De ha te úgy gondolod, hogy neked nincsenek gátjaid, akkor te nagyon buta vagy. Mert mindenkinek vannak. Csak több, kevesebb. De a legtöbb embernek több. És olyan ember is kevés van, akinek kevés gátja van. Szóval, ráadásul, ha segítségre szorulsz, azért nem kérnek itt külön pénzt. Érted? Az benne van a tandíjban. Akkor nézzük tovább. A második hónaptól ráadásul még nagyobb kedvezményt kapsz, ami 12 500 forint
a második hónaptól a tandi. És benne vagy egy közösségben, ahol mindenkinek van vezetője, és a vezetők már tudják ezeknek a gátoknak a kiszedését, és annak a technológiáját. Szóval, gondold végig, de nem elég, hogy kiszedjük a gátakat, hanem kell módszer a fejlődéshez. Az, hogy az ember tudjon bánni önmagával, párjával, stb. Stb., az kellenek módszerek. Az már egyszerűbb a módszer betartása és végigcsinálása, mint a gátak kiszedése. De ahhoz is módszer kell. Nem az, hogy te ilyen vagy, legyél ilyen, és próbálj megtenni mindent, hogy olyan legyél. Na, az édeskevés. Az édeskevés. Na most azt a tudást, amit itt kapsz, bolygó szinten keresgélhetsz, hogy hol kapsz ennyiért. Erre a 10 területre sehol, mondom előre. Jó? Tehát nincs még egy olyan személy a bolygón, vagy olyan szervezet, amely erre a 10 területre rajtunk kívül megoldást tud adni. Nincs. Keresgethetsz nyugodtan, úgyse fogsz találni. Mondom előre. Jó? Ha úgy látod, hogy szeretnéd az életedet jobbá tenni, mert az lenne a legfontosabb, hogy az ember jól érezze magát az egész életében, a saját bőrében, nem? Vagy legalábbis a hátralévőben, nem? Ez lenne a legfontosabb. Ezt máshol sehol nem fogod megkapni. Tehát sehol. Tehát azt, amit csinálunk, az teljesen egyedülálló, és mondhatjuk azt, hogy egy találmány. Jó? Ennyi. Tehát várunk szeretettel. Ha részt akarsz venni egy közösségi munkában, egy olyan közösségi munkában, ahol jobbá tesszük az embereket, és ahol mondjuk be tud teljesedni az, hogy köszönjük. Hol van? Ja, keresem. Itt van ez az utolsó mondat, hogy tedd magad jobbá, hogy jobbá tehess másokat. Érted? Mert attól, hogy egy ember, egy-két ember jobb, és nem tesz jobbá másokat, na ez a világ nem fog megváltozni. Tehát ennek az emberiségnek szüksége van olyan emberekre, akik jobbá teszik magukat, és jobbá tudnak tenni másokat. Mert ha ezt nem csináljuk, akkor ha még erről a 2035-ös dátumról sem beszélek, akkor is nézd meg, hova fog fajulni ez a világ. És te egy olyan világban szeretnél élni, amifelé haladunk. Mert ha azt gondolod, hogy nem lehet tenni az ellen semmit, hát dehogy nem. Az emberek tudatosak. Tehát mi is volt az elején, emlékeztek? Minél butábbak az emberek, minél tudatlanabbak az emberek, annál rosszabb a világunk. Minél tudatosabbak az emberek, annál jobb a világunk. Tehát én nekem volt egy látomásom, egy olyan látomás, ahol felkértek arra, hogy ezt a világot jobbá kell tenni azzal, amit most csinálunk. Jó? Ez kb. 11 éve volt. Ez volt az egyik látomás. Másik látomás az, hogy hozzánk fognak jönni a politikusok, az államfők tanácsért, érted?
Mert azokat a dolgokat, amit itt tanítunk, azt máshol nem tanítja. Így, komplexen nem tanítja. Érted? És ilyen kedvező formában. Tehát most gondold végig, ha te bármilyen iskolát jártál, mennyit tanítottak neked csak mondjuk az etikáról? Tisztességről, becsületről, erkölcsről. Mennyit tanítottak? És ha neked erről beszélni kellene, akkor amit tanítottak az iskolában ezekről, akkor mennyit tudnál róla beszélni? Nem arról, amit itt tanultál, nem. Amit az iskolában tanultál. Akkor lehet, hogy elmondanád azt, hogyha esetleg az iskola mellett jártál hittarra, hogy tanították a 10 parancsolatot. Az 10 mondat. Nem? 10 mondat. Az, tehát a tisztességről, a becsületről, az erkölcsről 10 mondatot tanítottak. Ez a maximum. Érted? Nálunk az etika kocsképzés hány hónapot? Nem. 4 hónap volt. Ha jól emlékszem, 4 hónap volt. Az utolsó. Tehát 4 hónap volt. Az 120 óra. Érted? Nem 10 mondat. Az azt jelenti, hogy 120 óra alatt, nem tudom most hány mondatot mondtam el, mondjuk itt ebben az egy órában. Na, akkor az szoroz meg annyi mondattal. Ja? Nem 10 mondat. És ezt miért mondtam? Mert az iskolákban ilyeneket nem tanítanak. És képzeljétek el, nekem se tanítottak ilyeneket. Ezeket az információkat én kaptam. A teremtőmtől. Oké? Az etikával kapcsolatos információkat. Egy ilyen alap dolgot tanítottak ezzel kapcsolatban nekem, nem csak a 10 parancsolatot, hanem annál többet, de a nagy részét azt kaptam. Tehát ami azt jelenti, hogy abból tanultam, körülbelül a 90 órából, amit ugye, vagy 120 órából, amit leutoljára leadtam, kb. 10 órát. Lehet, hogy annyi nem volt. Mondjuk 5 órát. 5 órát, igen. 5 órát. Hát, de én kaptam 5 óra képzést. És ahhoz kaptam még mennyi? 115 óra egyéb tudást. Érted? Nem tudom, hogy más kap-e, nem tapasztaltam ilyet. De én kaptam. De akik most fönülnek a ismert személyként a hatalom csúcsain, az államelnökök, államfők, kormányfők, azok nem tanultak etikát, jó? Maradjunk ennyiben. Tehát az az eskü, amit ők tettek, az semmi, érted? Mikor megválasztották őket, mert mind tette egy eskü. Egy se tartja be az esküjét. Mert nem tanulták az etikát. Jó? És akkor csodálkozunk, hogy a világ olyan, amilyen, meg az emberek olyanok, amilyenek, mert az etika az egy, mintha egy tabu téma lenne. Biztos tabu téma, mert nem tanítják. Oké? Sőt, ha megnézed, már olyan tanítások is vannak, hogy tisztességesen nem lehet előre haladni. Csak becstelenségi útján. Ekkora baromságokat tanítani. Jó, szóval
ha úgy látod, hogy látsz abban fantáziát, hogy te fejlődj, és hogy ezt itt tudnád megtenni, akkor várunk szeretettel. Ha úgy látod, hogy te megoldod az életedet, akkor old meg az életedet. Jó? Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok!